Gyalázatos, felháborító ügyben nyomoznak a jársági rendőrök. A gyanú szerint egy ápoló rendszeresen verte és szexre kényszerítette az egyik törökszentmiklósi idős otthon demens, pszichiátriai ellátásra szoruló betegeit. Meg vagyok döbbenve, hát még ilyet nem hallottam. Zaklatás. Információik szerint a rendőrséghez érkező jelzések után a rendőrök operatív módszerekkel és eszközökkel kezdtek hetekig tartó titkos nyomozásba. A bizonyítékok beszerzése után a munkahelyén fogták el a szakképzett ápolót. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség szexuális erőszak büntette, valamint bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntette miatt indítványozta annak a 34 éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfinek a letartóztatását, aki egy vármegyebeli idősek otthonában rendszeresen bántalmazott gondozottakat, szexuálisan és tetlegesen is. A rendelkezésre álló adatok szerint az intézményben dolgozó férfi 2023. februárja és május 23. napja között az otthon gondozásában lévő idősek közül egy 77 éves nőt, illetőleg egy további, még be nem azonosított ápoltat, akik betegségükből kifolyólag védekezésre képtelen állapotban voltak, rendszeresen az éjszakai műszakok ideje alatt, részben erőszakkal, részben fenyegetéssel, szexuális cselekmények tűrésére, illetőleg annak végzésére kényszerített. A férfi ugyanebben az időszakban a munkája során a gondozottakat a szexuális cselekménytől függetlenül is többször bántalmazta, kézzel ütötte őket. A főügyészség indítványában hivatkozott arra, hogy figyelem a jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények kapcsán kiszabható büntetés nagyságára, azaz arra, hogy a cselekmények közül a súlyosabban minősülő bűncselekmény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a férfi szökésétől, elrejtőzésétől alappal tartani lehet. Továbbá hivatkozott arra is, hogy a férfi és a sértettek között fennálló viszony, és azon körülmény alapján, hogy a férfi a kihallgatandó tanukat is ismeri, megalapozottan lehet tartani attól is, hogy szabadlábon hagyás esetén őket befolyásolná, ezzel a bizonyítást megnehezíteni. A nyomozási bíró az ügyészség indítványát megalapozottnak találta, és 2023. május 25. napján elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntésével szemben a gyanúsított és védője is fellebbezést jelentett be, így végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni. Úgy tudjuk, az állásából azonnali hatállyal elbocsájtott ápoló az ellene felhozott vádakra azt mondta, hogy félreértelmezett helyzetek, beteg emberek képzelődése és szakmai féltékenység miatt keveredett gyanúba.